Köszöntöm a televízió nézőket innen a Dunaujavárosi labdarúgó stadionból, ahol a Dunaujaváros labdarúgó csapatát láthatjuk a nagy bajom ellenében, és talán kellenek azok a nagyobb arányú sikerek is, amelyek ott voltak, és egyből 11-es. Sitku szabad, 11-es, e is nincs meg! Hoppá! Közben megint ott a helyzetünk, és ez sincs meg, Sitku került oda a gólhelyzetbe. De az is lehet, hogy tényleg készülni kell a nagyobb meccsekre, Perovic! Gól! Kocsis kiindul, aztán utána befele, Kocsis irányába, ott van! Farkas. Hát Gáclav, ott ez még jó, nincs les, Gáclav! Kimarad! Na vég ott van Gáclav gól! Na, azért! Perovic ível. Micsko. Villámcselezi le magát az alapvonal felé. Gáclav, azt nem szabad onnan már előni. Lekészítik Micsko. Próbálkozhat ismételten. Ez jó, Gáclav. Perovic. Perovic lövőhelyzetben, nagyon nagy védés. Kocsis érkezik, szöglet. Jó, Sitku. Micsko. Na ez jó lövés volt már. Kocsis. Kocsis lő! Így van! Babai. Ez jó, Kocsis, üres a kapu. Köntös. Bőr. Ez a labda, Sitku jön jól. Ott egy újabb lehetőség, ott a gól. Kocsis Gábor érkezik. Köntöslő! Köntöslő! Kétszer is egymás után Gyenes! Azt a vegyárját, miket fogod, Gyenes! Kocsis! Kocsis, el kell tekerni! Gyönyörű lövés, szép védés! Perovic! Sitku tisztán! Micsko! Megint Gyenes véd! Köntös lövi meg laposan! Salamon zárkózik, Ato! Ato lövi, kapufa! Ato helyzetet próbálsz csinálni magának! Nagyon nagyot véd egyenes! Sitku lő! Ajj! És ebből ott van a vendégek helyzete, na kellett a védés! Nézzük a pontrúgás, Salamon! Aztán ott vissza, hoppá! Igen! Ez jó, Perovic, lőd meg! Gyenes. Ez igen! De jó lövés volt! Ez jó, Perovic. Ez is helyzet, Perovic, el kell tekerni! Lázár! Megint egy hatalmas védés! És ebben a pillanatban vége a találkozónak. 4-0-ra nyerte át a Dunaujaváros.